Ez a nap lehetőséget biztosít arra, hogy felfedezzük azokat a festőket, akikre egykoron nem vetődött akkora fény, egy kicsit elfelejtettük őket, így most újra az előtérbe kerülhetnek. Ezen alkalommal az egykoron Makón is alkotó művészre, Csoma Józsefre emlékezhettünk, akinek képeiből kedden nyílt kiállítás a múzeumban. A miskolci születésű Csoma a neves Rudnai Festőiskola egyik növendéke volt. A fiatal alkotó osztálytársaival, Espersit János segítségével került a városba, itt töltötte el 3 hónapos nyári gyakorlatát. Pályája során leginkább tájképeket festett, de készített csendéleteket és portrékat is. Igazából a makói időszak a festészetének fénykora. Ez azért is érdekes, mert egyrészt fiatal korához is kötődött, a családi élete itt teljesedett ki, és rendkívül kedvelte ezt a marosi környezetet, a marosnak ezt a dús vegetációját, a fényeket. A fényárnyék hatások egyébként is nagyon izgatták. A festőművész később is 1000 szállal kötődött a városhoz és környékéhez, hiszen makói felesége lett és idővel Maroslelén vásároltak egy tanyát, ahol 1935-ig éltek, míg nem felköltöztek Miskolcra. A kamara kiállítás megnyitóját a művész fia is megtisztelte, aki boldogan emlékezett vissza az akkori időkre és édesanyja történeteire. Amikor olyan kedve volt, hát úgy mesélt a makói emlékeiről, mert ő nagyon, de nagyon kötődött Makóhoz, hisz minden testvére itt élt, 5 voltak testvérek, és nagyon, de nagyon szeretett hazajárni, édesapámmal együtt. Tehát amikor már ők Miskolcon élték az életüket, akkor is azt lehet mondani, minden 3. vagy 4. évben nyáron azt lehet mondani, hogy 1 hónapot vagy 1,5 hónapot itt töltöttek Makón. A tárlat megtekintését követően Csoma József vázlatait színezték ki a helyi oktatási intézmények diákjai. A nebulók nagy erőbedobással vetették bele magukat a munkába, hiszen saját fantáziájukra volt bízva, milyen pluszt látnak ezekben a reprókban. Egy szalmaházt láthatunk egy réten. Milyen színeket használtok inkább? Hát inkább a zöldet, a sárgát, az égboltnak a kéket és fehéret, bőrszínt, formát. Ezeket használjuk. Majdnem tájképszerűt csinálunk. Egy torony látható a középpontban, alatta egy ház, mellette 2 fát próbálunk ábrázolni, és a legnagyobb felületet az ég tölti be. Leginkább milyen színekkel dolgoztok, és miért pont ezekkel? Hát mivel ugye a legnagyobb felületet az ég tölti be, ezért a kék színt próbáltuk hangsúlyozni, de próbáltuk visszatérni ugyanúgy a természetet, ezért a zöldet, és próbáltuk sárgával vegyíteni egy kicsit, hogy minél mozgalmasabb legyen a kép. A tájképekben gazdag kiállítás november 6-áig tekinthető meg a József Attila Múzeumban.